Sziasztok, ez egy emlékeztető. Most ugye két nyereményjáték van. Az egyik a szamócás, amire vicces videót lehet, illetve vicces videót kellene küldeni. A másik pedig az úton hazafeléről készíthető nyereményjátékos nyereményjáték. Na, bakker, most már nem veszem újra. A feltétel az, hogy elküldjétek e-mailbe a linket, tehát nem elég YouTube-ra feltölteni, küldjétek el a linket. Ja, és ott leszek Playten, de az nem érdekes. Sziasztok, egy percesek, fú, de rég volt itt az ideje. Az első pályát, és puskáznom kell. Ignál JDZ készítette legalábbis az e-mail alapján, de hát ha majd kiderül a pályán is. Az a cím, hogy Seed Takit. Hát elég gonosz pálya. Nem szívesen szídom Takit. Jó, akkor el is indítom. Start. Jaj. Azt mondja, ügyes vagy, tessék itt egy keks ízlézni. Mert a pálya végén vagyok. És itt egy cookie. Mármint süti. Ja, és kreatívban vagyok. Szerintem én csont a pálya végén vagyok. Van még fél percen megtalálni a kezdőhelyet. Jutalom, ha kész a szidás. Nem, ez nem a kezdőhely. Jó, nem ez a pálya fog nyerni. Ez igen. Nagy lyuk. Hát akkor essünk le, biztos ez a feladat. És itt a jutalom. Oké. Okay. És hol vagyok? Ja, akkor kezdjük ott. Akkor lehet, hogy mégis itt kellett volna kezdeni. Ja, hogy zuhanásra jutalom. Oké, okay, hát szép lassan összerakom ezt a pályát. Bár már lejárt. Ezt, minek repülök föl? Szóval, akkor szerintem itt kellett volna kezdeni. Igen. Benyomni az orrát, hogy ne nyomkodd az orrát. Igen. A feladat az, hogy 30 másodpercig szígy engem, mert 10 másodperc alatt olvasod, és a maradék 20 másodperc a jutalom el a szöveget. Mi? 20 másodperc a jutalom el a szöveget. Olvasd el a szöveget. És akkor megnyom a jutalmat, akkor lezuhanok, ott van még egy gomb, és akkor a süti, vagy a keksz a jutalom. Jó, oké, csak összeraktam. Következő. A következő pályát Blinti készítette, és az a címe, hogy Poén. Igen, ellipszonos évvel, de megnyugtatott, hogy tudja, hogy két ellipszonos évvel van írva, úgyhogy megnyugodtam. Szóval Blinti és Poén, és start. Azt mondja, ha a kinézeted még mindig egy oroszlán, akkor menj oda a falusihoz, és ijeszd meg, oké. Okay. Egy valamit tudnod kell, a zsebébe van varva egy alma, nagyon vigyázz vele. Ajjajjaj, ez nagyon veszélyesen hangzik. Ez mi volt? Ha rossz felé megyek, akkor elteleportál, vagy... Na, nem tudom, mi volt ez, de elmúlt. Azt mondja, gyere ide. Ide gyere. Hát nem igaz, két szó is, ezt sem tudom elolvasni. Az egy emberfajzat. Úristen, úristen, itt egy oroszlán, mit csináljak? Á, tudom, türelem, rózsát terem. Á, igen, ismerem a viccet. Rózsát terem. Nincsen rózsát tövis nélkül, szóval kibírom vágni a zsebemből az almát, lő türelem, el is dobom az almát. Ilyen közben láttam az effekteket. Ez nagyon poén. Ahol tartottam? Ha, az alma, és fölmászik a fára. Ajaj. Most pedig... Most pedig folyton hozzám teleportálja. Hol tartottam? El is dobom, igen, aztán nem esik messze alma a fáját. És közben kiírja, hogy ő készítette. Blinti! Fú, ez egy nagyon jó pálya volt, de nagyon kevés időt hagyott. Nagyon gyorsan történtek a dolgok. Tűd, ez nagyon poén volt. És akkor a restaurantszerhez teleportál, hogy nézzem? Ha, gyönyörű. Szóval, ugye ki tudta vágni az almát a tövissel, aztán eldobta, nem esik messze a fájától, akkor kinőtt a fa, fölmászott rá. Közben kiírta, hogy külső nézetben nézzem meg, de olyan gyorsan történt minden, hogy ezt nem tudtam. Ilyen tovább gombokat lehetett volna belerakni, hogy aki a következő jelenet, és akkor tudtam volna követni.
Aztán ugye lóvá tett engem, és akkor meglovagolt engem. És akkor gyite, bestia. Ez jó, ez berakom újra, hogy látszódjon minden. Hát jó, még csak két párt néztem meg, de eddig zseniális. Na, itt is vagyok újra. Most külső nézőbe kezdek. És kikapcsolom a szöveget így. Tehát ugye oroszlán vagyok, van ez az oroszlános vicc, és akkor oda megyek az emberhez és megijesztem. De ő türelmesen vár, a türelem rózsát terem. Mindjárt meg fog jönni a rózsa. A tövisével ki tudja vágni a zsebéből az almát. Eldobja az almát, nem esik messze az alma a fájától. Kinő a fa. És akkor fölmászik a fára, a lóvá tett engem, és akkor így el tud lovagolni. Ha, zseniális. Hopp, fölvettem az almát. A következő pályát a Koska 916 készített, és az a címe, hogy Joska bácsi orra. Már megint egy ilyen orros. Oké, egyszer poén volt, de sokszor már ugye unalmas tud lenni. Akkor start. Azt mondja, nyomj meg. Hello, kedves Csabusa, szedd ki a taknyot a Joska bácsi orrából, mert csak. Tehát túlélő módban játsz, ja, és hogy a parancsblokkok ne látszódjanak a grafikát, állítsd át gyorsra. Ha kész vagy, nyertél. Hát most nem fogok szórakozni a beállításokkal, mert nincs sok idő. Ez lenne az, ezt kell szedni. Ja, hogy ezt ki kéne ütni. Hát először is... Fúj. Csak itt van kijárat is. Aha, aha, ott, csak már nem tudok kimenni. Ja, ezen nem is férek ki, oké. Nem vagyok benne biztos, hogy... innen van kiút. Én nagyon alapos vagyok, de ez egy zsákutca. Illetve nem, hát igen. Na, segítség! A következő pályát Zozo 02 készített, és ez a cím, hogy egy perces popcorn. Érdekes, az előbb kétszer ki tudtam mondani. Akkor start. Szabályzat előre. Én itt vagyok valahol. Lehet lopni? Egy loptam. Ez olyan, mint egy tévé. Öt arany, simán elrakom. Szabály mindenben van állítva. Helyes. Történet elfogyott a film, elfogyott a filmnézés közben a popcorn. Vigyél pénzt a ládából és futás gyorsan ki. Jaj. Gyorsan még a reklám alatt. Azt mondja, a kőomlás helyszíne. Festékes. Jó, mindegy. Ne gondolkodj. Árvíz történt. Hú, de rossz hely. De azért nyugodtan tévézek, hogy ilyen természeti katasztrófák vannak a házam mellett, de én nyugodtan tévézek. Ez már tetszik? Fesztivál volt? Nem, fesztivál volt. Fejet is lophatok? Mindegy, menjünk. De azért elloptam. Lóverseny volt. Oké. Poén a pálya. És hallom, eső van. Következő természeti katasztrófa. Nem sietek. De! Bolt. És valahol lejárt, szóval... Hát, lehet, hogy lassú voltam egy kicsit. Jaj, remélem látszódni fog a videóban. Ide a pénzt, kösz, hogy kitoltad. A történet úgy fejeződik be, hogy mire hazaérsz, a filmnek már vége. Hát, ez nem valami happy end. És kapok popcorn. Csak vegyem ki. Két arany sajt, egy arany liszt, öt arany popcorn. Popcornzaskó. Azért jó, hogy simán kidobtam a pénzt, és csak utána néztem meg, mennyibe kerül. Egyébként nem így szoktam vásárolni, szóval nem. Csak hogy... nem tudom, azt vártam, hogy odaadom a pénzt és adja. De még nem is mondtam, mit szeretnék. Hát ilyen törzsvásárló vagyok, törzsvendég.
Hát egyen elér. Lóg az égen. Mai utolsó pályát Rozon készítette, és az a címe, hogy a rabló. És indítom. Nem tudom, ilyenkor mire várok. Üdvözlet és egyebek. Üvs Csabusa, te most egy betörő karakterét öltött fel. Fél perced lesz rájönni a kódra, ami kinyitja a széfet. Minden be van állítva, így nincs szabály. Kezdés mögötted. Megettem? Mit ettem meg? Kezdés, először a mögötted lévő gombot nyom meg. Ja. Jó, van. Oké. Okay. Majdnem megnyomtam még egyszer. Azt mondja, lézer kiiktatva, újraindítás fél perc múlva, biztonsági őr. Hehehe, poén. Mi van nála akkor? Egy gomb. Á, ez semmi. Aki ellapoz az 50. oldalja, megérdemli a szép tartalmát. Na jó, hát ha már rabló vagyok, akkor biztos érdekel az utolsó oldal, hiszen akkor kapom meg. Most fog lejárni. Ja, mint ez 50 oldalas. Á. Kód 124. Itt van mögötte. Ah, csak számok nincsenek. Melyik oldalról? Hát mondjuk innen. 120. Nem sikerült. A zsarok kiértek, és te nem tudtál időben elmenekülni. Ez van. Ah, most már csak kíváncsiságból, ha beírom. Akkor van szép. De poén. Csodálkozol, mi? Kenny a biztonsági őr nem halt meg, csak átvert. Miközben te a kódot kerested, ő megnyomta a riasztót. Ez van. Hát ez poén volt. Ez nagyon ötletes volt. Oké. Okay. Ez tetszett. Kampók. Ez egy tök ötletes pálya volt. Igen. Tetszett. A másik a popcorn is ötletes volt. De ami mindkettőt verte, az a... A poén. Igen. Amit Ellipsonos évekkel írni. Ja. De az úgy szerintem az eddigi legjobb volt, megy az összes egypercesek közül. Igen, gondolkodtunk rajta, hogy legyen-e valamilyen kihirdetés, hogy az összes egyperces közül a legjobb. Hát elég sok volt, úgyhogy nehéz lesz visszaemlékezni. Ez biztos maradandó lesz. A másik még azt hiszem az első részben volt az a bárány mennyország, vagy milyen mennyország, valami mennyország, ugye kopcipályája. Az is nagyon maradandó volt, meg még van egy pár. Majd az utolsó része megpróbálom ezt így átgondolni, és akkor lesz valami, nem tudom, mondjuk top 10. Nem is hülyeség. Ja. Szóval, ma ez egy tök jó rész volt. 3 kifejezetten pozitív pálya is volt, úgyhogy jöhet a sok like. A kézikönyv olvasom.